Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. 800 óvodás kapott fejlesztő játékokat karácsonyra, mind a 12 városi intézménybe jutott ajándék az önkormányzattól. Vadakura, Sziszi és Fehér Lófia, műfai kavalkáddal készülnek a nyára Mórahalmon. Magyarság, minőség, megmaradás, kevésbé ismert tények az író születésének 120. évfordulóján. 2 millió forintos játékbeszerzéssel folytatódott a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat 2021-es 50 millió forintos óvoda felújítási és fejlesztési programja. A pedagógusok által kiválasztott korcsoportokra szabott eszközöket szerdán a Magvető utcai tagintézményben vehették át az óvodák képviselői. Az eseményre a Vásárhely Jövőjéért Egyesület elnöke is elvitte adománygyűjtésük összegét, idén a lakosok felajánlásaiból befolyt 350 ezer forintból 119 gyermek karácsonyi kívánságát teljesítették. 1000 kisgyerek karácsonyát teszi szebbé a Hódmezővásárhelyi Önkormányzat és a Vásárhely Jövőjéért Egyesület. A város 50 millió forintos óvoda felújítási és fejlesztési programjában szerdán a beltéri játékokat adták át, 36 csoporthoz 50-50 ezer forint értékben érkeztek új játékok. Mind a 36 csoportunkba jut 50 ezer forint értékű játék, és ezen felül még a civil pályázatunk keretében további néhány 100 ezer forintnyi, tehát összességében több mint 2 millió forint értékű csoportszobajáték. Az, amit most átadunk, és ezek persze nem csak a szórakozást, hanem a fejlesztést is szolgálják. A játék az óvodáskor legfőbb tevékenysége, hangsúlyozta Borsiné Csontos Ilona, a Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda vezetője az átadón. A jól kiválasztott eszközök fejlesztik a gyerekek megismerési funkcióit, koncentrációját és kreativitását, de az óvodapedagógusok úgy állították össze a beszerzésben szereplő eszközök listáját, hogy a kicsik szociális érzékenysége is fejlődjön a játék során. A kollégáim figyelembe vették a saját korcsoportjukat, hogy például zömében kiscsoportos gyerekek, vagy középső csoportos, nagycsoportos, tehát 3-4 éveseknek teljesen más típusú játékok szükségesek a fejlődéshez, mint mondjuk a 6-7 éves korú gyerekeknek. Illetve azt is természetesen figyelembe vették, hogy az adott csoport mivel rendelkezik már, milyen típusú játékkal, melyik az, amelyeket esetleg a gyerekek nagyon szeretnek, többet szeretik használni, tehát tényleg a csoportjukhoz, a gyerekekhez, az egyénekhez is tudták igazítani. Szabó Margit a Vásárhely Jövőjéért Egyesület nevében 119 rászoruló gyereknek és testvéreiknek 340 ezer forint értékben adott át karácsonyi ajándékokat. Az egyesület elnöke az adakozó lakosok mellett fáradhatatlan aktivistáinak mondott köszönetet, mivel munkájuknak hála teljesíthették a gyerekek karácsonyi kívánságait. Nagyon boldog vagyok, tényleg az óvonőknek hálásan köszönöm, hogy felmérték, tehát tényleg a gyerekek lerajzolták, mint a családokban szokott ez lenni, hogy írj levelet a Mikulásnak, a Jézuskának, és az óvonők segítettek abba, hogy ez megtörténjen, úgyhogy amit itt látnak, ajándékokat, azt mind valaki kívánta, szívből szerette volna. Tehát ez nagyon nagy boldogsággal tölt el. Az óvodai csoportjátékok és a Vásárhely Jövőjéért Egyesület adományainak kiszállítását szerdán megkezdték a dolgozók, így mind az 1000 gyerekhez megérkeznek a játékok még karácsony előtt. Akár 11,3 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra is pályázhatnak azok, akik egy komplex energetikai korszerűsítés során napelemeket telepítenének, nyílászárókat cserélnének és hőszivattyús rendszert építenének ki a családi házukban. A pályázatra január 3-áig jelentkezhetnek a Csongrád-Csanád megyében élők. A hódmezővásárhelyiek további segítséget kaphatnak a polgármesteri hivatal zöld pont irodájában. Január 3-áig pályázhatnak a vásárhelyiek az Európai Unió Next Generation EU alapjának napelemes rendszerek létesítésére, nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszerek hőszivattyús korszerűsítésére és villamos energiatárolók beépítésére igényelhető, visszanemtérítendő támogatására. A napelemes rendszerekre összesen tudnak 2,5 millió forint feletti támogatást igényelni. Komplex napelemes rendszerek, hőszivattyúk nyílászáró cserére pedig 11,3 millió forintot tudnak igényelni, és ez 100%-os támogatás.
A pályázóknak első lépésként egy regisztrált kivitelezővel kell kapcsolatba lépniük, és a szükséges, a pályázati kiírásnak megfelelő beruházásról szerződést kötniük. Ezt követően már csak regisztrálniuk kell. Koterle Gábor hozzátette, hogy az elbírálásnál többek között a nagycsaládosok élveznek majd előnyt. A pontozás az elsősorban akkor vehető figyelembe, akkor számít, hogy a családok 18 év alatti gyerekek laknak az ingatlanban, tehát a pontozásnál előnyt élveznek a családok. Bár magánszemélyek pályázhatnak, akik augusztus 30-ával élnek családi házban, vagy pedig maximum 6 lakásos társasházban. A Hódmezővásárhelyi Zöld Pont iroda a pályázók felmerülő kérdéseiben, valamint a programban résztvevő kivitelezőkkel történő kapcsolatfelvételben is tud segíteni, hétköznapokon 9 és 16 óra között, előzetes időpontfoglalás után. A 120 éve született Németh Lászlóra emlékeztek a Városi Könyvtárban. Erre az alkalomra Magyarság, Minőség, Megmaradás címmel egy kötetet is megjelentettek az íróról és műveiről. Többek között Miklós Péter, Bene Zoltán és Bíró Balog Tamás is megosztották az érdeklődőkkel a témával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeiket. Hódmezővásárhelyt a boldogság szigeteként határozta meg Németh László, akinek Égető Eszter című regénye a város múltjában enged kalandozni. De az írónak más, helyi érdekeltségi műve is van, derült ki tegnap azon a könyvbemutatóval egybekötött konferencián, amelyet a néhai születésének 120. évfordulója hívott életre a róla elnevezett könyvtárban. Az utolsó színművét, a Semmelweis Ignácról szóló Az írás ördöge című munkáját, azt itt Hódmezővásárhelyen a Petőfi Művelődési Házban mutatták be 1970. februárjában, Szegedi Nemzeti Színház gárdája. Az volt a célja, hogy Vásárhely előtt tisztelegve ezt a színművet itt mutassák be. Karinthy Ferenc volt a dramaturgja, Lendvai Ferenc az első rendezője, több helyen előadták utána a 70-es években, de az ős bemutatóra itt Vásárhelyen került sor. Miklós Péter tollából ez a történet is helyet kapott a Bálint Sándor Szellemi Örökségért Alapítvány gondozásában megjelent Magyarság, Minőség, Megmaradás című kötetben, amely Németh Lászlóról, illetve műveiről kevésbé ismert tényeket vonultat fel. Míg Bene Zoltán a népi és urbánus irodalmi vitáról rántotta le a leplet. Németh László azért is nagyon sajátos ebben, mert azért ő megfogalmaz olyan gondolatokat, ami akár egy jobboldali gondolatrendszerbe is simán belefér, ugyanakkor viszont megfogalmaz baloldali gondolatot. Tehát ő mindenféleképpen egy hit szerepet tölt be, kicsit ilyen kölcseisen. Kölcsei volt az, aki a maga korában úgy tudott kozmopolita lenni, hogy közben hazafi volt. A konferencián Bíró Balog Tamás adatmentő és feltáró munkáját is megismerhették az érdeklődők, aki Németh László közel 250 dedikációját gyűjtötte össze, és ezáltal az író szertágazó kapcsolatrendszerét tárta fel. Javában tart a karácsonyfák árusítása a város különböző pontjain. A legtöbb helyen háromfajta fenyő, cserepes és vágott változatát kínálják. A munkadíjak és a benzinárak növekedése miatt a tűlevelű növény ára is emelkedett, ennek ellenére az eladók azt remélik, hogy a vevők mégis a klasszikus fenyőfákat választják a műfenyő helyett. Kevesebb mint 2 hét van karácsonyig, már több helyen árusítják az idei ünnepi fának szánt fenyőket. A tavalyi árakhoz képest most a legtöbb helyen drágulás tapasztalható, ennek mértéke eladónként változó. A karácsonyfák jelenlegi árát nagyban befolyásolják a magas benzinköltségek és a munkabérek, valamint az árusítás helyszínének bérleti díja is. 10%-ot azt mondom, hogy emelkedtek az árak, de ugyanúgy minden, ugye a fuvarköltség, kevesebb a fa is, mert ugye nem úgy nő, nem olyan szépek. Nehéz a választás, de nem mondanám olyan jellemzően nagyon drágának. Idén is konkurenciája lehet a klasszikus karácsonyfának a műfenyő. A kereskedők azonban remélik, hogy a vásárlók megmaradnak a valódi fenyőnél, azt mondják ezzel nem, vagy kevésbé szennyezik a környezetet. Az hazai termék, tehát a műfenyő azt tudjuk, hogy az Kína távol-keletről jön. Tehát ennek azért nagy komoly szállítási költség van, és hát ugye később ugye adnak a A természetes fenyő az később is, tehát az nem fogja terhelni a környezetet. Akár komposztba kerül, akár aprítékba, hogy elégetik kazánba, vagy erőművekbe, sok ugye erőművekbe is tüzelik el, az nem fog komoly környezeti terhelést okozni a későbbiek során sem.
A legtöbb helyen többnyire három fenyő közül választhatnak a vásárlók. A legolcsóbb a lucfenyő, amit mindenki ismer, de ez a típus nem szereti a meleget. Egyre drágább megoldásnak számít, de tartósabb lesz az ezüstfenyő. Azoknak, akik nem szeretik, ha a fa szúr, jó választás lehet a legdrágább Nordman. A vártnál több szaloncukor fogyott az adventi időszakban. Az ellenőrzések szerint 4-ből 3 karácsonyi égősor veszélyes. Dobogósok lettek a vásárhelyi cukrász tanulók. Rövid híreink következnek. Évente körülbelül 7 milliárd forintot költenek a magyarok szaloncukorra. A sokak által kedvelt édességből 3500 tonna fogy el az ünnepi szezonban. A Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint egy magyar család átlagosan 1 kiló szaloncukrot vásárol és 2000 forintot költ rá. A fogyasztók több mint 60%-a 2000 forintot sem áldoz szaloncukorra, egyharmaduk 4000 forintért vesz a karácsonyi finomságból, és csupán a vevők 7%-a szán 6000 forintnál többet szaloncukorra. A fényfüzérek és dekorációs világítás technikai termékek több mint 3/4-e nem felel meg a biztonsági követelményeknek, közölte az ITM. A problémás árucikkek egyszerre akár 7-8 szempontból is kifogásolhatók voltak. A bolti kínálatból 31 féle díszvilágítási fűzért és dekorációs világítástechnikai terméket néztek meg, közülük 24 típust találtak áramütés vagy tűzveszélyesnek. Kiemelték, hogy az ünnepi világítást célszerű, megbízható helyről beszerezni. Idén is remekeltek a korvinosok az országos ételművészeti versenyen. Az Illési Gasztrokupáról arany és ezüstéremmel tértek haza a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Korvin Mátyás Technikum és Szakképzőiskola diákjai. A zsűri egy első és két második helyen jutalmazta őket. Ezüstérmet kapott a cukrász tanulók csapata, tortadíszítés kategóriában pedig elsők és másodikok lettek a vásárhelyek, akiket Bereckiné Palóz Gyöngyi készített fel a rangos szakmai vetélkedőre. Olyannyira sikerült Mórahalmot feltenni Magyarország kulturális térképére, hogy a Patkó Lovas és Szabadtéri Színház immár a 8. évadát kezdheti meg jövő nyáron. Gazdag kínálat várja majd a nézőket, hiszen a fedett lovarda falai között 2 koncert, 5 musical, 2 operett és 10 lovas előadás elevenedik meg, derült ki az Aranyszöm rendezvényházban tartott sajtótájékoztatón, ahol minden fókuszba került, ami magyar. A TBG és a Soproni Petőfi Színház kóprodukciójában jön 2022 nyarán az idén ősszel debütáló Vadakura című nagyszabású családi musical Mórahalomra, amely a Tesla előadás monumentalitásához ígér hasonlót. Látványos állatjelmezbe bújik Pesák Ádám is, aki a Vaddisznóklán ifjú tagjaként áll színpadra. Egy kicsit olyan, mint az Oroszlán király, csak magyar állatokra ráhúzva valójában. Egy kicsit olyasfajta zene, csak hát nyilván a magyar motivumokat is megpróbáltuk azért belecsempészni, de az afrikai zenei stílusokat is azért belecsempésztük, mert belehoztuk Afrikát, ugye azok a személyében, aki a szerelmemet fogja majd, egy varacskos disznó, aki hozzánk pottyant le egy magyar erdő közepére, és megpróbálok segíteni neki hazajutni, valójában a történet erről szól. Nem hiányozhat az új évad repertoárjából a Hungarikumnak számító operett műfaja sem. Az érdeklődő Kálmán Imre nagy slágereivel utazhatják körbe a földet, de Sziszivel, a magyar királynéval is találkozhatnak. Itt ugye megjelenik primadonnaként Sziszi, egy szerelmi szál, a történelmi tényeket dolgoz fel az egész operett, és hát tele van jobbnál jobb dallamokkal. Ugye benne van a Déli bábos Hortobányon, ami világsiker, tehát bárhol felcsendül. A Nemzeti Lovas Színház folytatja korábbi misszióját, hiszen újdonságként magyar hősöket hoz majd el 2022-ben Mórahalomra, az Árpádházi Királyrokkal és a Fehér Ló fia családi előadással. Megtörjük egy kicsit ezt a Walt Disney sorozatot, hiszen a Szila és az Aladdin után most egy magyar népmesével rukkolunk elő, ami azt gondolom, hogy ugyanolyan jó lesz, sőt, még jobb, mert a miénk, a mi lelkünkből fakad, és a mi
magyar népmesei világunk, ami tulajdonképpen a fejelófia összegyűjti az összes elemet. Ugye a vándorlást, a poklot, a szerelmet. A fejlőfiában minden bent van, egyféle szent hármasságként. Móra halom már nagyon készül a jövő évi, június közepétől augusztus végéig tartó évadra. Ahogyan Nógrádi Zoltán polgármester fogalmazott, amilyen sokszínű a világ, olyan sokszínű lesz a nyári színpad is. A minőségi kulturális kínálatot Péter Szabó Szilvia és Geszti Péter koncertje is színesítik. A Vásárhelyi Televízió híradóját látták, csütörtökön 17 óra 30 perckor jövünk legközelebb friss információkkal. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!